Egyiptomban letette az esküt az ország első civil, demokratikusan megválasztott iszlamista elnöke. Mohamed Mursi azt ígérte, hogy helyreállítja a parlament hatalmát, és felszólította a hadsereget, hogy tartsa tiszteletben a nép akaratát. A kairói törvényhozást, ahol a választásokon többségbe kerültek az iszlamisták, a hadsereg nemrég feloszlatta. Az eddig megszokottól eltérően nem állt le a forgalom Kairóban az elnök beiktatása idejére. Mohamed Mursi az egyiptomi alkotmánybíróságon tette le az esküt. Allah nevében fogadta, hogy megvédi a köztársaságot és az alkotmányt. A frissen megválasztott államfő a kairói egyetemen tartott beszédet, ahol tiszteletét tette a hadsereg vezetője, Mohamed Hussein Tantawi. A közönség közben azt skandálta, hogy le a hadsereggel. Az elnök azt ígérte, hogy betartja a korábban létrejött nemzetközi szerződéseket. Ha nem is mondta ki, de ezzel nyilvánvalóan utalt az Izraellel 1979-ben kötött béke megállapodásra is. Mursi azonban azt is mondta, hogy támogatni fogja a palesztinok harcát. Egyiptom állama, népe, kormánya és az elnöki intézmény a palesztin nép mellett áll. Amíg az teljesen meg nem kapja legitim jogait, egyesül és visszaszerzi földjét, jelentette ki Mursi. Az elnök, akit a katonaság ágyú tűzzel köszöntött, felszólította a hadsereget arra, hogy tartsa tiszteletben a nép akaratát. A legnagyobb arab ország mostanáig az Egyesült Államok egyik fő szövetségese volt a közel-keleti térségben. A nyugati sajtó igyekszik mérsékeltnek beállítani a 60 éves politikust, aki azonban többször kijelentette, az iszlámot tartja egyetlen megoldásnak az egyiptomi társadalom gondjaira, és azt ígérte, közeledni fog Irához, és eltávolodik a nyugattól.